Szombaton indult az ajánlásgyűjtése az áprilisi országgyűlési választásra, és ebből az alkalomból elkészítettük a nagy gyarmatban készült térképünket, ahol bárki megnézheti, hogy az egyéni választókerületében milyen jelöltek vannak, kiket indít a kormánypárt, a hatpárti ellenzéki összefogás, illetve milyen egyéb pártok jelöltjei jelentkeztek be az indulásra. Ezen a térképen több funkcióban lehet böngészni a választókerületeket és a választókerületekben induló jelölteket. Először is meg lehet nézni azt, hogy melyik párt jelentett már be bármilyen jelöltet, és azok a pártok melyik választókerületekben indulnak. Ezen felül meg lehet nézni, hogy az egyes pártokon belül melyik jelöltek indulnak. Tehát, hogyha itt rámegyünk bármelyik szűrőre, akkor megjeleníti azt a választókerületet, amelyikben a párt és annak jelöltje indul. De hogyha rákattintunk, földobja magát a választókerületet, láthatjuk a többi jelöltet is, és egy bővebben gombra rákattintva láthatjuk akár az előző országgyűlési választásnak az eredményeit is. Ezen felül még kereshetünk településre is, tehát hogyha beírjuk a településünket, hol laksz? Felső Zsolca. Beírjuk, hogy Felső Zsolca, akkor egyből kidobja azt a választókerületet, ahova az a település tartozik, és ugyanúgy rá lehet kattintani, földobja a választókerületben a jelölteket. A választási oldalunkon ezen felül megtalálható a korábbi választások eredménye is, jelenleg még csak a 2018-as választás eredményei vannak fent, de ezeket a következő hetekben bővíteni fogjuk, és megtalálható külön linken az előválasztásnak az eredményei is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor olvasd el a cikkünket az átlátszón, illetve nézd meg az átlón a választási honlapunkat.